Hegedűs Csilla államtitkár, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a tévénézőit is. Ma délután adják át az idei erdélyi magyar kortárs kultúráért díjakat. Rövidesen kezdődik is az ünnepség ugye a Magyar Színházban. 11. alkalommal díjazzák az erdélyi alkotókat. Beszéljünk egy picit a kezdetekről. Milyen céllal hozták létre ezt a díjat? Mi erdélyi magyarok talán közelebb érezzük magunkhoz a kultúrát, mint olyan, mint mások, akik a környezetünkben élnek, hiszen ha az épített örökségünkre gondolunk, igaz, az számunkra egy meghatározó elem, állandóan ahhoz viszonyítjuk magunkat. Ugye itt vagyunk Kolozsváron, a Bánfi palotában, emblematikus épületben, ez a miénk, mi építettük. Viszont úgy gondoltuk, hogy nem elég az, hogyha a múltban nézünk. És azt láttuk, azt érezzük, ugye, azt érezzük, amióta Erdély, hogy állandóan meg kell újulnunk ebben a környezetben, amelyben élünk, és azt láttuk, hogy ennek a megújulásnak az egyik kulcsa pontosan az a kortárs kulturális alkotás, ami elsősorban azt jelenti, hogy mi itt egy élő szövet vagyunk, hiszen tudunk újat teremteni, de azt is jelenti, hogy vannak olyan alkotóink, akik állandóan újat tudnak mondani, újat tudnak mutatni, és akik gyakran a politikusok elé is görbetükröt tartanak, és ez így van jól. És úgy gondoltuk, hogy még akkor is, hogyha normálé válzi, nem egy politikai szervezetnek a dolga ez, hogy díjazza a kortárs alkotókat, azért nem, de ez mindig több, mint egy normál politikai szervezet, és ezért döntött úgy Kelemen Hunor szövetségi elnök 2012-ben, hogy hozzuk létre a kortárs kultúráért díjat, és minden évben díjazzuk azokat az alkotókat, akik valami különlegeset alkottak abban az évben, vagy az azelőtt való esztendőben. Vajon minden művészeti ágazat helyet kap itt? Sikerült már megszólaltatni mindeniket? Folyamatosan felvetődik bennünk is ez a kérdés. Ugye a műfordító kategóriát annak idején pontosan a centenárium évében hoztuk be, és egy olyan művészt, egy olyan fordítót díjaztunk, aki a Bánfi Miklós Erdély történetét fordította le román nyelvre. Volt operaénekes, de például nem volt még fotográfus. Tehát, hogy vannak olyan művészeti ágak, akik nem voltak még jelen. Talán az idei paletta a legérdekesebb, hiszen egy olyan művész van a díjazottak között, aki átjár a különböző területek között. Olágyárfásról van szó, Olágyárfásról van szó, pontosan. Tehát ő díszlet és ruhatervező, de ugyanakkor szobrász, de ugyanakkor belső dizájner. Tehát tulajdonképpen egy teljesen hozza a formáját egy kortárs művésznek, aki nem áll meg egy művészeti ágnál. Tehát igen, minél nagyobb a merítés, annál jobb, de például voltak már könyvillusztrátorok is a díjazottak között, tehát igyekszünk nem csak kimondottan csak festőket, szobrászokat, írókat vagy színészeket díjazni, hiszen, és ez a csodálatos ebben, hogy annyira gazdag az erdélyi magyar kortárs művészet, Szerencsénkre, hála a jó Istennek, hogy bőven van, miből nehéz is válogatni. Egyébként hogy történik ez, amikor arról döntenek, hogy pont ki legyen, idén ki legyen? Van, ami valószínűleg adja magát, hiszen annyira erős, és hogyan döntenek a többiekről? Minden évben konzultálunk a volt díjazottakkal, ezt kell tudni, tehát van egy ilyen informális szakmai zsűri, ha úgy tetszik, és amellett, hát azt hiszem, hogy ügyvezető alelnökként a legkellemesebb feladatom az, hogy egész éven át kell kövessem azt, hogy mi történik az erdélyi magyar kultúrában, olvasnom, néznem, hallgatnom, de természetesen a kollégáim és nyilván a szövetségi elnök is ezt teszi, bár azért kevés olyan miniszterelnök helyettes van ezen a világon, aki ennyire napra kész lenne abból, hogy mi történik az erdélyi, egyáltalán mi történik a kultúrában, a kortárs kultúrában, Hunor ilyen.
és maga is utána, alkotó ember. Maga is alkotó ember, és maga is egy olyan ember, akinek állandóan szüksége van arra, hogy ezt az állandó megújulást, amit a kortárs kultúra jelent, ezt érezze. És tehát így történik, hogy állandóan követjük, kinek van kiállítása, kinek van egy érdekesebb szerepe. Nyilván akkor most beszéljünk arról, hogy Viski András adta magát, hiszen ez a Gulág regény, amit olvastunk, ez egyszerűen hihetetlen, tehát letehetetlen könyv tényleg. És hát emiatt nem is volt kérdés. Azt hiszem most a negyedik kiadásnál tart nagyon rövid idő alatt, tehát hogy abszolút igen, siker is. A kitelepítés az hihetetlen, igen, pályát futott be rövid, igen, idő alatt. Igen. És annyira szükségünk volt erre a könyvre. Nekem mind a két nagyapámat annak idején a kommunisták elvitték, és otthon a családban nem beszéltünk erről, mert fájdalmas volt. És tulajdonképpen sok ezer embernek a hangja ez, amit ott olvasunk a Kitelepítés című könyvben. Tehát, hogy... És hát Imre Éva színművész, hogyha már az idei díjazottakról beszélünk, ő is egy állandóan megújuló művész, tehát kétszer, ugyanabban a darabban kétszer ugyanazt az alakítást nem látjuk nála. Hihetetlenül érzékeny és csodálatos megformálásai vannak. Tehát ilyen értelemben valahogy természetes, hogy ők kapták a díjat, ugyanakkor nyilván még nagyon sok mindenki van, aki kaphatná a díjat. Mostanáig ugye 34 ember díjaztunk az elmúlt 11 esztendőben, és tulajdonképpen az a csodálatos ebben, hogy nagyon sokan közülük még nagyobb, még jobb, még több, még sikeresebb karriert futottak be. És ez tulajdonképpen egy visszajelzés, nem csak az Erdély Kortárs Kultúra Erdélynek, hogy jól választottunk, hanem visszajelzés nekünk erdély magyaroknak is, hiszen ez a közösség, aki ilyen művészeket termel ki magából, annak a közösségnek igenis jövője van, és jó jövője van itt Erdélyben. Beszéljünk egy picit a konkrétumokról is, hogy mivel jár ez a díj. Ez a díj egy csodálatos kis plasztikával jár, és emellett egy 10 000 lejes díjjal. Szimbolikus mind a kettő, Sánta Csaba képzőművész alkotása és nyilván a pénzjutalom, pénzdíj, de talán nem is ez a fontos, hanem azt hiszem a tavalyi díjazottak nyilatkoztak arról, hogy miért fontos nekik ez a díj. És én először olvastam visszajelzést sajtóban arról, hogy nagyon fontos nekik az, hogy itthon ilyen szintű elismerést kapnak. Tehát, hogy itthon a saját közösségük ennyire megbecsüli őket. És azt hiszem, hogy ennél többet tényleg erről a témáról nem is lehet mondani. Hamarosan kezdődik az ünnepség, ugye? Valószínű, hogy már kezdenek is gyűlni, kezd gyűlni a közönség a Magyar Színház előtt. Mire számíthatnak azok, akik elmennek ma este? Nagyon kevés politikus beszédre, nagyon rövidre. A három művész laudációjára és a díjátadóra, és utána Bogdán Zsolt és a Kaláka együttes fogja a súlyát megadni ennek az eseménynek. És hát én itt nézem az órán, még 3:45 van, úgyhogy aki nagyon szeretné megnézni ezt az előadást, az még elér, hiszen hála jó Istennek Kolozsvár nem egy olyan óriási város. 6 órakor kezdünk, és azt hiszem, hogy ez egy méltó keret arra, hogy megköszönjük ezeknek az embereknek, ennek a három művésznek a munkáját, hiszen ez a cél, és hogy köszönet a sajtónak azért, mert sikerül minden évben talán hangsúlyosabban ráirányítani a figyelmet három alkotóra, három teljesen különböző alkotóra, és én azt hiszem, hogy ez is nagyon sokat számít abban, hogy mi erdélyi magyarok tudatosítsuk magunkban azt, hogy nagyon gazdagok vagyunk. És hogy egy olyan közösségünk van még egyszer, aki nem csak kitermeli, tehát nem csak lesznek ezek a művészek, hanem élteti is ezeket a művészeket. Zárjuk ezzel a pozitív felhanggal. Hegedűs Csilla államtitkárasszony, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az Erdélyi Figyelőben. Én köszönöm a lehetőséget, és hogy ebben a csodálatos környezetben beszélgethettünk.